Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket és a sajton keresztül a város közönségének az érdeklődését. A új bölcsede szárnyának átadásán vagyunk. Nagy öröm egy város számára, amikor azt lehet mondani, hogy minden felvételre igyekvő kisgyermeket fel tudunk venni. Ugye 28 férőhelyel bővítettük a bölcsödést, jelenleg 126 férőhelyes, és azt gondolom, hogy aki megtekinti az épületet, az azt mondja, hogy ez egy sikeres beruházás volt, egy szép koncepció, és a végrehajtás is megfelelően sikerült. 210 millió forint volt a projekt mostani költsége, ebből 201 millió forintot támogatásként nyertünk, de még további munkálatokat tervezünk attól függően, hogy a forrásokat hogy tudjuk csoportosítani. A kivitelezést az ABKFT végezte, jó munkát teljesítettek a kollégák, úgyhogy megfelelően át tudjuk adni a város lakosságának, illetve az itt dolgozóknak, és én meg is kérem a bölcsödevezető asszonyt, hogy néhány szóval mutassa be a tisztelettel köszöntöm a Magyaráros vezetőségét. Nagy öröm számomra, hogy elérkezett ez a mai nap. Fontos tudni, hogy intézményünk 98 férőhelyes volt, és a jelen beruházással 126 férőhelyesre bővültünk, ami két csoportszoba, illetve az ahhoz tartozó helyiségek létrejöttét tette lehetővé, illetve ehhez még tartozott egy konyha korszerűsítés is, illetve öt új dolgozó felvétele vált lehetővé. A jelenlegi beruházással azt gondolom, hogy a bölcsödei ellátás Ajka városában megoldottá válik, és várjuk az új jelentkezőket intézményünkbe. A beszoktatások időszaka december végéig tart, ütemezett formában, illetve nyilván az üresen maradó férőhelyekre pedig a jelentkezés folyamatos intézményünkben. Azt gondolom, hogy bölcsöde működésbe lépett, élvezzék az életet, és a kisgyerekek is élvezzék a bölcsödét. Köszönjük a figyelmet!